Románia további két atomreaktor építésével tervezi bővíteni a csernavodai atomerőművet, ezzel megduplázná atomenergia termelését. Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Bulgária is az atomenergiában gondolkodik az európai zöld átmenet eléréséhez. Az Euronews a román atomenergetikai vállalat elnökét kérdezte, hogyan haladnak a párizsi klímacélok teljesítésével. A célok eléréséhez növelnünk kell a megújuló energiák arányát, és ezzel párhuzamosan folytatnunk kell a nukleáris programot. Atomenergia nélkül lehetetlen teljesíteni a klímacélokat. Manapság 18-20% az atomenergia részesedése Romániában, ez elérheti a 30-35%-ot, ha folytatódik a trend 2050-ig. Az persze még kérdés, az Európai Bizottság zöldnek jelöli-e az atomenergiát. Vita egyeztetés zajlik még arról is, milyen üzemanyagok minősüljenek fenntartható energiaforrásnak. A téma gyakorta felmerül a csernavodaiak egymás közötti beszélgetései során is. Erősen radioaktív anyagokat tárolnak itt, és nem tudni, hová kerül majd az atomhulladék. Jobban járnánk, ha szél- és napenergiafarmokat telepítenénk, és ezzel új munkahelyeket teremthetnénk. Miért az atomenergia? Az Európai Uniótól érkező pénzt a Green Deal-re címkézik. Ha már zöld átállás, akkor nyerünk zöld energiát, és ne atomenergiát, vélekedik Jom. Szeretnénk, ha a román kormány továbbra is investálna az atomerőművekbe. Ez a helyes út, ezen akarunk tovább menni. Azt akarjuk, hogy gyermekeinknek is legyen itt munkájuk. Ez a program a mindent jelenti számunkra, enélkül még a városunk Csernavoda sem létezne, szól egy ellenvélemény. Az atomenergia fejlesztési költségei egyre nagyobb gondot okoznak az ipar számára, ezért egyre intenzívebb a lobby tevékenység a háttérben, hogy a nukleáris energia bekerüljön Brüsszel zöld könyvébe. Az Euronews riportere arról beszél, hogy az EU-nak semlegesnek kell maradnia a technológiai kérdésekkel kapcsolatban, de az a majdani döntése, hogy az atomenergia zöld vagy sem, óriási hatással lesz a beruházásokra. A román energiaszektorról készült tudósításunk az Unreported Europe című műsorunkban látható itt az Euronews-on.